Köszöntök mindenkit! Meg is nyitnánk a testületi üléspont 16 órakor, ilyen pontosabban nem is voltunk soha. És nekünk is ugrálnánk az anyagnak, de mielőtt itt a testületi üléspont érnek, egy-két dolgot itt szeretnék közölni mindenkivel. A legfontosabb közölni valamunk, hogy Jézus asszony hívott minket, hogy egészségügyi okok miatt nem tud ezen a testületi ülésen most részt venni, és az eszembe le van szabályozva, hogy ha Jézus asszony nincs, akkor őt helyettesíti Illés Andrea, most ő megbízott Jézus ezen a testületi ülésen. Tiszkai Erzsébet is jelezte, hogy nem tud részt venni, és egészségügyi okok miatt ezen a testületi ülésen, és Bogoly Sanyit is jelezte, hogy olyan vezet, hogy ő sem tud. Nekem egy olyan vezet, hogy ő sem tud jelen lenni egészségügyi okok miatt az ő testületi ülésen. Ezek így a személyügyi dolgok, amiket itt szeretném elmondani, miatt a testületi ülésnek megfutunk. És akkor még egyszer szeretettel köszöntöm mindenkinek megjelent a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület létszáma megjelentekkel együtt az öt fővel határozott képesség vagyunk, úgyhogy akkor neki is állnánk. Elsőként megállapítjuk a testületi ülésre kiadott anyagunk a sorrendjét. A Jogi Ügyvédi Pénzügyi Bizottságban is élhetünk az a lehetőséggel, Tolvai Gyula úr, aki levezette a bizottsági ülést, mert megkérdem, hogy segítsen a bizottságban, hogy elhangzottakkal kapcsolatban, vagy akkor milyen másfogás született. És ott is ugye elővettük a testületi ülés, és én is szeretném előrevenni azokat a pontokat, amik ugye a dolgozókat érinti, hogy nem biztosít kell végig mindenkinek. Ugye most azért azt sem lehet, hogy mindig is vissza kell térni, mint a maszk használatra testületi üléseken. Úgyhogy nem baj, hogyha nem ül itt sok ember két-három órát ezekre a légtérbe. De most, hogy ilyen sokan hiányoznak, azért meg tudjuk tartani a szükséges távolságot. Először is megkérdezem, hogy van esetleg valamilyen betervesztés, egy újabb határozati javaslat, vagy bármilyen olyan anyag, amit fel kéne bennünk a sorrendbe. De akkor azt először felvennünk. Köszönöm szépen. Én szeretném javasolni, hogy a 17-es napi rendi pontot, mivel hogy a bizottsági elnökasszony nincs jelen, így szeretném levetetni napi rendi sorról. Jó, igen. Ugyanazt vettem, hogy ezt kérdezik. És hát egy más egyenlőben vagy elvegyünk más pontot. Jó, akkor lehet, hogy ezt a 17-es napirendi pontra fogom majd szavazni. Az egy-két dolgot hozzátennék ez a különözős 17-es napirendi ponthoz. Ki tudja mindenki, miről van szó. 17-es napirendi pont. Tájékoztató vizsgálat a bizottság által lefolytatott vizsgálati eljárás eredményéről. Életre hívva négy képviselő által egy vizsgálati bizottság, ez most már nem mai ügy, ez még több mint egy éves, amikor négy képviselő ugye azzal a felvetéssel állt elő testületi ülésen, amit ugye a többség el is fogadott, többek között én is, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a település üzemeltetésében megbízott kollégának a munkaköri leírása és a munkaszerződés és a felvétel van jól sem történt-e. Volt egy meghallgatás a múlt héten, és ugye a meghallgatás után kaptunk egy listát, hogy milyen papírokba szeretne betekinteni a bizottság, ami számomra kicsit furra, ezt el is mondtam a meghallgatáson, hogy több mint egy évig nem történt semmilyen munkavégzés. Ez a bizottság ugye át tagokból, őket fizeti az önkormányzat, fizetik a lakók, nem dolgoztak igazából semmit. Látom, hogy kapjunk legalább egy vissza összenetet abban, hogy mit állapítottak meg, most ugye azt se kaptuk még meg. Ennek a bizottságnak a megszűnésére osztott a testület határozatot, és ugye úgy volt, hogyha beszámolt ezen a testület ülésen, akkor megszűnik. Hát ugye a beszámolás az most akkor elmaradt. Remélem, hogy lassan azért kapunk legalább valamit a bizottság munkájából. Az, hogy a bizottság miért lett zárt ülésen, miért tárgyalt ezt a egész vizsgálati ügyet, azt nem tudom, hogy itt az érintettek, többek között is meg voltam hallgatva, ugye nem kértük mi az zárt ülés megtartását, sőt szerettük volna, hogyha település lakói is tudnak és hallanak arról, hogy egyáltalán milyen ügyben dolgozik ez a bizottság.
ugye erre nem igazán volt lehetőségünk, mert zárt ülésre nyilvánítva. Úgyhogy a 17-es napi rendi pont, mivel egy fél sort nem kaptunk arról, hogy a bizottság mit csinált a több mint egy év alatt, én is azt mondom, hogy vegyük le a napi rendről, és itt viszont elmondanám, hogy ezt a jó héten minél előbb tárgyalnunk kell, mert én tovább azért ezt a bizottságot nem biztos, hogy fenntartanám ennyi pénzen a plennek. Úgyhogy a 17-es napi rendi pont levétele, és akkor a sorrend az a következő lenne. Az első napi rendi pont az maradna a tájékoztató a lejárhatályú határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről. A második pont lenne a 6-os napi rendi pont, a beszámoló az önkormányzat 2021 évi 3.-4. adóbevételeiről. A harmadik napi rendi pont lenne a kiadott 2-es napi rendi pont. Szeretném, hogy a nagyközségi önkormányzati képviselő testület a helyi adóról szóló önkormányzati rendet felülvizsgálta. A negyedik napi rendi pont lenne a kiadott 8-as napi rendi pont. Tájékoztató Cserszekoma a nagyközség önkormányzatának 2021. január 1-én és augusztus 31-én időszak gazdálkodásáról. Az 5. napi rendi pont lenne a kiadott 10-es. Tájékoztató top azonosítási Zala két keréken kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatosan. Ugye ez amiatt a Dabogomajornál épülne, és amit ugye Cserszekoma bekerült, mint konzorcium van. Ezzel kapcsolatosan lenne a 6-os napirendi pont, lenne a kiadott 15-ös napirendi pont, ez a karácsonyi támogatás. A 7-es napirendi pont lenne a kiadott 16-os napirendi pont, a betlemi kompozíció megvalósítása. A 8-os napirendi pont lenne a kiadott 14-es, a 2021 évi közművelődési munkaterv módosítása. A 9-es napirendi pont lenne a kiadott 3-as napirendi pont, Cserszekomoly nagyközség településképi védelmi rendeletek jogharmonizációja miatti partnerségi egyeztetés lezárása és a rendelet módosítása. A 10-es napirendi pont lenne a sorban a kiadott 4-es napirendi pont, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, hogy ez kapcsolódik az előző ponthoz. 11-es napirendi pont lenne a kiadott 5-ös napirendi pont, Cserszekoma Nagyközség önkormányzata 2022 évi belső ellenőrzési munkaterve. A 12-es napirendi pont lenne a kiadott 7-es napirendi pont, beszámol a 2021 évi házi orvosi ellátás helyzetéről. A doktor úr jelezte, hogy elég sok a beteg, és a 6 órát nem fog tudni átjönni, úgyhogy ha bármi kérdésünk van, akkor a 6 óra után összesen becsatlakozik. A 13-as napirendi pont lenne a sorban kiadott 9-es napirendi pont. Cserszekoma a Nagyközség önkormányzata képviselő testületének a Bursza Magyar Felsőoktatás Ösztöndíj pályázat elvilágításáról szóló szabályának a módosítása. 14-es napirendi pont lenne a kiadott 11-es napirendi pont. Cserszekoma 1432-3-as helyezői számú útrészlet megnyíteli lehetősége. A 15-ös napirendi pont lenne a kiadott 12-ös napirendi pont. Cserszekoma 2242-1-es helyezői számú közút elnevezése. A 16-os napirendi pont lenne a kiadott 13-as napirendi pont. Döntés Cserszekomai külterületén a 10.08.1-es helyrajzi számú ingatlan adásvétel kapcsán az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról. 17-es napirendi pont lenne, így akkor a 18-as napirendi pont, ami pedig zárt ülés keretein belül fogjuk tárgyalni, ez pedig a javaslati díszpolgári címadó adásáról. Hogyha nincs más, amit be kell, hogy emeljünk a napirendi sor közé, akkor a 17-es pont kivételével és az újonnan elállított sorrenddel kérem
igen esetén készfeltartásra jelz a parancsolatás. Most kaptunk az Ármintól. Azt majd este különös után meg fog beszélni, ez egy elég... Jó, köszönöm. Nagyon jó. Jó, akkor, hogyha nincs más, akkor neki is ajánlunk a testületülésnek, és először akkor feltenném szavazásra kiadott anyagot ezzel a változtatásra, hogy a 17-es napirendet kikerült, és ugye során megváltoztattuk. Kérem, igen, esetén készfeltartással jelezzeni nekik egyetért ezzel a sorrendesen. Kivétellel 5 igen nagy hangban összehoztuk ezt a változtatást. Urat, hogy elszíves tájékoztasson, mint a új bizottság döntésével az első napirendi ponttal kapcsolatban. Megtárgyaltuk a első napirendi pontot, az a beszámoló két ülés közötti intézkedésekről. Ami felmerült kérdés, arra megnyugtató választ kaptunk, tehát két igennel elfogadásra javasoljuk a testületnek a beszámolót. És te Johan? Kérdés, egy kérdésem lenne a Gáztányés utca felújításával kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a vállalkozóval ugye már megerkült a szerződés és a munka elvégzésének a határidejét szeretném tudni. 2021. december 10-ére határoztuk meg. Köszönöm szépen. Jó, hát a kulcsopással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ott jó 80%-os készültséggel. Megyünk most, mert volt ott egy pótmunka, amit meg kell, hogy rendelj az önkormányzat, illetve elmondta a bizottsági ülésen, de aki nem hallotta, hogy nem tudom, annak még egyszer elmondani, mert ezt egy feltáró furás, mind a két végén a hídnak. Ugye erre azért van szükség, mert a víz alámosás olyan mértékű, ez már látszott sajnos, mert oda is kell önteni betont, ugye támasztékképpen a híd mellé, hogy azt be kell injektálni mind a két végét, és a beinjektálás után, ha meg lesz a beinjektás, utána fogjuk tudni, hogy körülbelül mennyi beton kell hozzá. Ez egy ilyen endoszkópos vizsgálat lesz, amit el fog végezni a tűtelező, és a futásokat fogjuk tudni legalább itt egyetlen, hogy mekkora volumenű munka lesz, ezt majd a kolléganő fogja kontrollálni, úgyhogy ezt előre nem lehet megállapítani, hogy a 2 köbméter betont kell beinjektálni, vagy 3-at, ezt mondom, feltárás után lesz jelentős. Jó, hogyha nincsen kérdés, ez a napirendi pont, az akkor feltenném szavazásra. Aki a előterjesztésben leírt, akkor egyetért, kérem minden esetén készfeltartásra jelezze most. Nem vett igennel. Megfelelt az előterjesztés. Második napirendi pont, a kiadott 6-os számú napirendi pont. Leszám az önkormányzat 2021. 3. negyedévi adóbevételeiből. Kaptunk egy elég komoly anyagot, ebből azért eléggé látszik, hogy melyik azok az adóbevételek, amik ugye befolytak. Vannak olyan adóbevételek sajnos, amik elég nagy mínusszal mennek, úgyhogy ezt a bizottság tárgyat, aki olyan tolvajtölt, hogy lesz, és akkor a bizottság állásfoglalását. Köszönöm, polgármester úr, bizottság tárgyaltál, átnéztük az adatokat. Felmerült kérdés a hátralékok magas arányára, de intézőtől olyan választ kaptunk, ami megmutató volt, tehát a behajtás folyamatos és egyetlen sikeres behajtás. Itt ez így, tehát bízunk benne, hogy mindenkinek meg lesz a hajlandósága a fizetésre. Úgyhogy a beszámolót 2 igen szavazattal a vérzőbizottság elfogadásra javasolja. Most egy kérdés, Karcsony képviselő. Telekodóval kapcsolatban szeretnék feltenni egy javaslatot. Nyilván a tavalyi év folyamán kezdeményeztem a telekadó csökkentését, 25%-kal való csökkentését felettem javaslatot. Parancsolj, igen. Most? A 6-os lett a kedves. De mondja csak. Ja, szóval meghallgatjuk. Elnézze a komment, hogyha a sorokkal. Jó, akkor a 6-os napirendi pontban leírtak esetleg kapcsolatosan, hogyha nincs több kérdésünk, folytatjuk szavazásra, hogy ezek a tényadatokat tartalmazok, amik befolytak összegek.
ezen nagyon öltünk tenni, hogy ami nem ford be, az már mínuszként fordult ezek a költségvetésre. Kérem, aki beszámolva leírtakkal egyetért, az ilyen esetén készülhet a testére, ez a most. Harmadik napirendi pont, kiadott kettes napirendi pont. Sorban Cserszegtől a Lehetőség Önkormányzata képviselő testületének a helyállóról szóló 21.2010-es önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Hát Bezőjói Ügyrendi Bizottság ülésen ezt is tárgyaltuk. Elég sok információt kaptunk itt azzal kapcsolatban, hogy amiket terveztünk, adókat, azok körülbelül hogy folytak be. Ugye ez látszik, hogy próbáltunk itt a idegenforgalmi adóban ugye elég jelentősen visszavettük a terveinket. Azokhoz képest is jóval kevesebb adó folyt be. Kérdőn tolgatott ezt, és akkor a Jói Ügyrendi Bezőbizottság elhangzottak ismertessebben. Tehát nem volt könnyű helyzet a bizottság, mert ugye régi gondolatok adott, hogy választási gondolatok, hogy csökkentsük az adót. Szépen hangzott, csak nem volt átgondolva egyik sem. Tehát most ebben a pandémiás helyzetben egyszerűen adót csökkenteni öngyilkosság. Tudni kell azt, hogy például a jövő évi, tehát 2022-ről beszélünk, jövő évi adó, az iparizési adónak a felét minimum elviszi az állam, ez a mostani információ, de lehet, hogy az egészet elviszi. Tehát ez több tízmilliós nagyságrend a faluban. Ugyanakkor az idegenforgalmi adó, klubdobogomba jól vetítve, mert végig is ő a nagy pénzfizetőnk, ahogy nem sikerült az idén az idegenforgalom, jövőre sincs biztosíték arra, hogy sikerült. Tehát olyan sok-sok negatív dolog van, hogy az adócsökkentést jövő évre szinte lehetetlen. Még ha szándék lenne, akkor is lehetetlen megvalósítani. És akkor még mondhatnám azt, hogy tavaly ugye elfogadta a testület a helyben lakóknak az építmény adójának a 100%-os kedvezményét, tehát aki helyben lakó, a 100%-os adókedvezményt kap. Ehhez hozzájárul még a reklámhordozók adójának a eltörlése. Tehát igazából sikerült adót törölni, adót csökkenteni, de én úgy gondoljuk, hogy a jövő évet azt még egy ilyen vállalkozási időszaknak kellene tekinteni, és nem hozzányúlni az adócsökkentéshez. Nem beszélve arról, hogy jöttek elő olyan dolgok, és itt szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak, mert nagyon sok munkát fektettek ebbe az előterjesztésbe, nagyon sokféle verziót, adócsökkentési verziót kidolgoztak. De tudni kell azt, hogy például egy 2-3 forintos telekadócsökkentés, az azt jelenti, hogy a hivatalnak minimum 4 millió forintjába kerül csak az új szerződések kiküldése, postázása. Tehát csökkenthetünk adót, de adunk a hivatalnak egy olyan plusz munkát, amit a jelenlegi stáb talán nem is tud megcsinálni időre, plusz egy 4 milliós forintos kiadást ahhoz, hogy valamit elérjünk. Tehát jövőre ez még negatívba jönne, tehát egyszerűen félő, hogy a gazdálkodásunkat nem tudjuk úgy megcsinálni, ahogy az előző években ugye megszoktuk. Tehát ez abszolút nem lenne fejlesztés. Tehát a pénzügyi bizottság véleménye is megosztott. Igazából annyit egyeztünk meg, hogy építményadó az maradt úgy, ahogy eddig volt, tehát az 2 igennel a pénzügyi bizottság támogatta. A telekadónál megoszlott a vélemény, az egyik képviselőtárs az mindenáron csökkenteni akar, nem tudom, hogy milyen számolást csinál, hogy egyáltalán majd a negatívból, hogy csinál jövőre utat, majd elmondja. Részemről nem nyúlnék hozzám, tehát maradna a telekadó a mostani szinten. Azt még hozzá kell tennem, hogy óriásira megváltozott idén a telekadó tulajdonosi hányada. Tehát akinek nagy területe volt, az ugye élt a kedvezménnyel, mert az FM kedvezményt ad, ha mezőgazdaságilag műveli a területet, akkor adómentessé lehet tenni, egy kis utánjárással, de ez létezik, és jövőre is létezik. Viszont rengeteg építési telek lett megosztva, és tulajdonos cserélt.
Tehát mondhatnám cserszegi viszonylatban, és nem akarok nagyot mondani, de 50 és 100 a darabszám. Tehát a között létezik. Tehát annyira megváltozott a telep tulajdonosi hányad, hogy ezért sem nyúlnék idén ahhoz, hogy a telekadó mértéke változott. Az idegenforgalmi adó eddig nagyon alacsony volt, 400 forint per fő per éjszaka. Ez a környékben mondható alacsonynak. Ezt a bizottság úgy gondolta, hogy két igennel támogatja, hogy ez a 400 forint 500 forintra emelkedjen. Ez gyakorlatilag, ha az elmúlt időszakok vendégészakáit nézve 78 milliós bevételt jelentene, tehát igazából ott nyernénk 4-5 milliót az előzőhöz képest, tehát pluszba, ez egy kicsit kárpótolná majd az iparizés adót, amit elvisz az állam. Az iparizés adóhoz szintén nem nyúlnánk hozzá, tehát azt is két igen szavazattal támogatjuk, hogy maradjon minden a régiben. Ezt a testület felé ezt szeretném mondani. Képviselőtársam a telepadóval kapcsolatban akar velem befejezteni, az előbb már elkezdtek. Másik napja mondja. Jó, hát nem tudom, hogy hozzászól, és esetleg ez a többi ponthoz. Szeretnék kicsit, köszönöm szépen. A tavalyi év folyamán kezdeményeztem a telepadók 5%-ról csökkentését. A pandémiás helyzet miatt sajnos nem valósulhatott meg. Tegnap a pénzügyi bizottság ülésen beterjesztettem egy olyan javaslatot, hogy az üres ingatlanok után maradna 10 forint, a beépített ingatlanok után 6 forint lenne per négyzetméterenként. És a idegenforgalmi adó 400 forintról 500 forintról való emelését is javasoltam. Sajnos ez megkülönböztetés lenne, de nem állja meg a helyét. Ezért tegnap ígértem, hogy javasolni fogok egy másik lehetőséget is. A beépítetés az üres telket nagysága összesen 6.472.469 négyzetméter az én adatom alapján, vagyis amit az önkormányzattól az előterjesztésben megkaptam. És ez lenne 64.724.690 forint. És itt javasolnám, mint tavalyi folyamán is, vitatkoztunk, hogy 25% vagy 8 forint legyen számolva, 51.779.752 forint. Bevétel kiesése lenne 12.944.938 forint. De az idegenforgalmi adót 400 forintról 500 forintra emelnénk. Az adatok, amik rendelkezésemre állnak a 2019-es adatból számolva, az 15.779.752 forint. És a telekadónál nem számolom még az új telkek kialakításából származó bevételeket is. A telekadónál így reálisnak tartunk telekadó 10 forintról 8 forintról a csökkentését. És itt lenne egy kérésem, hogy a következő testületülésre, amikor tárgyaljuk napi a javaslatok között, hogy szerepeljen ez a javaslatom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Cserszeg Tomajon két olyan telekbesorolás év van, ami egyedül a olyan településsel. Ez a volt Bajtika bánya, mely a KBSP 1 és a KBSP 2 külterületi különleges beépítésre nem szállt sportolási célú terület. Ebből mindösszesen 3 darab van Cserszeg Tomajon, a KBSP 1-ből 1 darab, a KBSP 2-ből 2 darab. Ezen területek a családom tulajdonában vannak. 21/2010 12. hó 21-i helyi rendeletben ezek a területek adómentességet kaptak a 10. paragrafus B pontjában. Majd 2015-ben 99/2015 11. hó 25-én 5. pont helyi adórendületek felülvizsgálatánál Tolvét Gyula Tamás jogi ügyrendi és pénzügybizottsági elnöke rendelet tervezett változtatást javasolt, mely szerint a 10. paragrafus B pontját töröljék. Az akkori polgármester úr Barta Gábor úgy nyilatkozott
úgy nyilatkozott, hogy jelenleg például Cserszeg-Tomajon a 10. B pont, a 10. paragrafus B ponttal terület nincs, ezért kikerült ez a rendeletből. Ez a rendelet, ez a mentesség pont ezen területeket érinti. Tudom, az új rendezési terv 2015-12-17-én készült, ezen vannak a KBSP besorolások. Az, hogy ezelőtt milyen besorolásban volt, sajnos nincs tudomásom. A családom minden évben több százezer forint ingatlanadót fizet az önkormányzat nézére. Sokat tettünk a településért, együtt működtünk és működünk a községgel. A család nem zárta le az Ipar utcát, holott az a térképen nem is szerepel, a lakosság használja, a telekadót megfizetjük évben minden évben megfizetjük utána szó nélkül. A volt Pajtika bánya résznél a Dolomit utca és a Sport utca egy része ugyanígy nincs lezárva. Ahhoz, hogy értsék, tudni kell, hogy annak idején úgy adta ki építési engedélyeket hivatalosan, hogy ott nincsen, a bányához tartoznak a területeknek egy része. A KBSP 1 és KBSP 2 után, ami 74.716 négyzetméter, további körülbelül 750 ezer forintot kellene kifizetnünk az önkormányzat felé minden évben. Az 1994 C-törvény 6. paragrafus G-pontja kimondja, az önkormányzat az adó alapfajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességeiben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeiknek és az adóalanyok széles körében érintett adóalanyok teherviselő képességének. Ezért szeretnénk kérni mi ezekre a területekre adómentességet. Tisztelettel kérem a polgármester urat és a képviselőtestületet, hogy legyenek kedvesek méltányolják, mint a terület adottságát, mint pedig a jóhiszemű segítségünket, amit az önkormányzatnak tettünk és teszünk. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ezt olvasni. De hogy név szerint megettem szólítva, hogy mondjam el, hogy én a pénzügyi bizottság elnöke voltam abban az időszakban. Nekem vissza kell nézni, hogy akkor mi történt és miért volt választás. De egy háromtagú bizottságnak a véleményét kellett képviselnem. Tehát így, hogy engem ki név szerint ki tetszik emelni, egy kicsit furcsa. Egyrészt köszönöm, hogy népszerűséggel fölvendek, de egy bizottságnak a véleményét tolmácsoltam, és ebben a pillanatban nem tudom, hogy én például akkor úgy szavaztam. 2015-ben vissza kell nézni. Ez egy bizottságnak véleménye volt, amit én nekem kellett elmondanom. Igen, én ezt értem, én ezt elfogadom, én ezt a honlapjukról, a Cserszeg-Tomaj község honlapjáról nézem fel, és ott a jegyzőkönyvben, a testületi ülési jegyzőkönyvben semmi más nem szerepel, csak pont ennyi. Ezért ennyit tudtam önnek idézni, és tudom nagyon jól, hogy nem ön dönt egy személyben, de én viszont csak azt tudom felolvasni, amit ott olvastam. Nem szemrájás, hogy én is akartam, hogy mindenki tudja, mivel felvétel készül, hogy ez így működik, hogy a bizottság véleményét a bizottság elnök tolmácsolja, és ott megőrszlik, hogy ki hogy szavaz. Tehát azt nem tudni, azt vissza kell nézni. Tehát kapásból nem lehet tudni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Akkor egy-két dolgot azért kiegészítem ezt a beszélgetést, hogy ez nem hangzott el, hogy mi leültünk. És igen, polgármester, és ugye jegyzőasszony, és ugye az érintettek is. Hogy átbeszéljük ezt, hogy egyáltalán mit lehet kezdeni ezzel a területtel, és hogy lehet ezt a elmaradt befizetést rendezni. Mert ugye az, hogy majd a jövőben mi lesz, ez egy dolog. Én úgy tudom, hogy van az elmaradt befizetni való összegek, ugye, amik a 16-os adórendelet hatályba lépése után keletkeztek. Mi, én mint polgármester, de senki sem tud, ugye visszamegyek azt mondani, hogy jó, most nem kell fizetni, mert akkor sozom utolja a rendeletet, ami 16-tól él. Ezt nem lehet megtenni, ezt nem tudunk megtenni. Ezt elmondtuk akkor is. Akkor is elmondtuk többek között azt is, amelyet ezt így kivesézzük ezt az egy témát, és szerintem besézzük is, hogy ez úgy korrekt, hogy van olyan terület, hogy az önkormányzatban összesen átvenne saját maga céljára, és ugye a parkolóként, vagy bármiként tudná hasznosítani a rendezvénytérnél. Én nem találkoztam még az önök által hozzánk beküldött, még aggódtunk, hogy két hetemből lesz valami elgondolás, hogy egyáltalán merre indulunk el. Egy olyan levéllel, hogy akkor jó, polgármester úr, hogy ez jól a szövetésünk, kinek címezve,
mi is szeretnénk akkor átadni ezt a területet, és most elmérettük, vagy nem tudom, hogy nekünk az a véleményünk, hogy ez a terület ennyit ér, és hogy ennyi az aló elmaradásunk, akkor körülbelül hogy tudjuk ezt ezzel a terület átadással rendezni. Az ott ugye elhangzott, mi kaptunk rá egy ígéretet, nem kaptunk semmit a mai napig. Egy levelet azért küldtünk, amire most válaszoltak, egy szeptember 7-én kert levelet. Jó, de abban van írva pont konkrét, hogy ez a helyre az is számol, ez a terület ennyi négyzetméter, ennyi összeg, ennyi az elmaradás, és üljünk le, és akkor... De ugye az, hogy most kapunk egy levelet utána, akkor kellett van egy időpont, hogy üljünk le, és azt tárgyaljuk át, hogy hogy tudunk ezzel tovább menni, és ugye ott akkor jegyzőasszonya is, adó részéről is, ugye kolléganőnek is, ezt le kell ülnünk, ezt így nem fogjuk tudni, meg szerintem igazából sok közel olyan nincsen ugye egy adásvételhez, egy ilyen megbeszéléshez mondjuk a világon mindenkinek, hogyha lesz egy adásvétel, és ugye van egy eredménye, azt már persze természetesen nyilvános, mint hogy a temető tartalék terület megvásárlása és nyilvános le. És az, hogy el tudjuk indítani, és én akkor is elmondtam, és ugye elmondta a jegyzőasszony is, hogy ezt idén még meg kéne, hogy tegyük, hogy ne fussunk át a következő évbe, mert akkor újra fog keletkezni befizetni való adó. Úgyhogy ezt akkor én most kérném, hogy akkor még egyszer, hogy ezt minél előbb üljünk le, és akkor ezt beszéljük át, hogy egyáltalán ebbe az irányba el tudunk-e menni, vagy sem. A másik az utak. Az utak mentességét ez a testület volt, aki úgy döntöttünk, hogy az utak után ne kell adót fizetni. Ugye amikor volt például az ingatlanok után is elengedtük az adót, hogyha volt egy szem lakó is egy ingatlanban, akkor nem kell fizetni, mert ugye mondtuk, hogy ennyi adókedvezményt tudtunk adni. Adtunk adókedvezményt, mint az utakra is, hogy ahol útként van bejegyezve bárkinek magántulajdon, akkor azért ne kell fizetni. Amivel viszont... Az Ipar utcába az alsó terület, mint út per pillanat még nem létezik, folyamatban volt, az simán tele címszóval volt nyilvántartva. Tulajdoni lap szerint az Ipar utca az egy zsák utca. Jó, de akkor ott kérdezzek vissza. Kinek a dolga a saját területén fölmérővel felméletni és fölhivatalra bejegyezni? Tulajdonosnak. Most arról én nem tettek? Hogy önök annak idején nem jegyeztették le útként az utat, vagy házként a házat, teleként a teleket. Úgyhogy ez mindig a tulajdonosnak a dolga. Ilyen elmondásom be van őszintés, és nekem is volt, hogy ingatlan nem tüntette fel a házat, és csak két év múlva. Ez mindig a tulajdonos. Ezt nem tudja egy önkormányzat, vagy egy elműszervezet, senki nem tudja kezdeni, hogy ezt a tulajdonosnak kell kezdeni. Úgyhogy ha mindig nincsen megoldva, akkor is nagyon gyorsan kell kezdeni, és fel kell tüntetni, ha a telefon... Ez már több, mint 30 napja megvan, igen. Hát de még érdemben, még folyamatban van a hivatalnál, ezt a választ kaptuk most hirtelen. 16-ban jött ez a rendelet, 16-ban. Én nem azt szeretném, hogy most visszamenőleg, mert tudom, hogy arra nincsen lehetőség. Azt szeretném, hogy most jövő évtől, és csak arra az egyet, csak a pajtikára, a KBSP egybesorolásra szeretnénk méltányosságot kérni. Azzal kapcsolatban, hogy volt a testetlen, és végig mennék, jó? És jó, köszönöm. Szerintem az is egy megnyugtató megoldás, mert ugye most a képviselő elmondta az ő verzióját, ugye ez nagyon sok olyan verzió van ebben, amit átszámoltunk. Például én, amit tudnék támogatni, és amit itt benne is van az anyagban, az az, hogy a külterületek után mondjuk vagy ne kelljen adót fizetni, vagy ha kell adót fizetni, akkor mondjuk nem 5-6, akkor felébőbb maximum 5 forintot. Az a baj ugye, hogy teljesen mentességet nem fogunk tudni adni, mert kormányhivatal felé elment kérés edzőasszonytól, ugye, hogyha mi mondjuk lakott ingatlan, vagy nem lakott ingatlan, teljesen mindegy, az egy külterület vagy belterület. Hogyha egy ingatlan, ami van egy ház, és az belterület építési telek, vagy nincs rajt ház, az abban a szempontból diszkrimináció, hogyha egy ingatlan azt mondjuk, hogy van egy ház, itt akkor legyen mondjuk, mit tudom én, 6 forint, hogyha ugye ezt el is mondta, hogy a úr is, csak ugye milyen részletesen, és amikor meg nincs házunk, meg legyen mondjuk 5 forint. Ezt nem tudjuk megtenni, mert ezt vissza fogja dobni a kormányhivatal, mert ilyen nincs. Viszont ugye, hogyha a külterületre mondjuk azt, hogy külterületnél szeretnénk mi elengedni a telekadóból, és már még azt mondja, ez külterület. Igen, külterület. Külterületről beszélünk. Ott teljesen, hogy meg releváns az, hogy azt mondjuk, igen, és a külterületnek maga forgalmi értéke nem akkora, ugye a beépítési százaléka nem akkora, nem kell, hogy ugye úgy csatlakozás, egy csomó minden van ugye, amiért az a telek, hogy mondjam, önmagában is, ugye jogi státuszánál fogva, egy olcsóbb telek. Úgyhogy ilyenkor ezt a kormányhivatal felé meg tudjuk védeni. Ugye itt a belterület, hogy a lakott, nem lakott, hány házban volt, azt nem. Úgyhogy én, majd én is feltenném akkor javaslatom, hogy én például bevallom őszintén, hogy itt úgy szerepelt, hogy kérjünk teljes adómentességet, hogy a külterületet ne kelljen fizetni,
Én azt mondom, hogy az önkormányzatunk, hála jó Istennek, hogy a felelős gazdálkodását nézve ezt be tudnám vállalni ezt az összeget, úgyhogy én például speciál, mint egyszer képviselő a hétből, én nem kérnék a kultúrjátok után még 5 forintot sem. Most ezt nem tudom, hogy a kormányhivatal át tudjuk-e vinni, hogy 0 forintot kérünk, nem biztos. De nekifutunk vele, és legfeljebb visszadobják, akkor mondjuk kérőkértem mondjuk 5 forintot, vagy nem tudom, amennyi még belefér ebbe a diszkriminációs határba, hogy azt mondják, hogy akkor nem 10 forintot, akkor mondjuk felét kérhetjük, vagy mondjuk, hogy kérhetünk 2 forintot, de nem tudom, ezt el kell vele indítani. Tudjuk, és ezt csak azért mondtam, hogy értsük. Amivel viszont adósok maradtunk, és ugye amivel adójogszabály is ugye nem igazán fogalmaz teljesen korrekt módon, ugye, mert nem szerepel sehol se külterületként, se útként, semmi, ez a vízelvezető ára. Most per pillanat, elnézést, úgy, ahogy az utakér is, ugye a vízelvezető árakért is kell fizetni a tulajdonosnak, holott ugye egy csomó vízelvezető ára fel is van tüntetve telekönyvüleik, és az látszik, hogy ez a vízelvezető árok. És maga tulajdonos ugye be se temetheti, mert ugye vízjogi engedélyek, ez kötött még beruházásoknál, hogy ha vízelvezető áraként van feltüntetve, még ha magán árok is, akkor is ugye oda lehet terelni a vizet, és valaki feltölti, akkor előtt az egész területét, tehát nem tölteti fel. Itt én mondjuk, mint polgármester, és mondjuk a képviselőtestületek tagja, én ezekre a vízelvezető árakért sem kérnék egy forint adót sem, ez nem teljesen korrekt, hogy most valakinek a területen vagy árakért tisztítania kell, karban kell, hogy még fizessen, adott is utána, ez nem teljesen jószerű. Ebből is azért van pár, most nem azt mondom, hogy itt több tízmilliós minuszunk fog keletkezni, de azért akinek van mondjuk ilyen terület, tehát külterület is, meg még vízelvezető áruk is, amit most fizet a külterület után, meg még az áruk után is, azért önnek ez egy jelentős különbség lenne. Az ingatlan adó, ugye ahogy elmondta Tóvét képviselőházal, én is egyetértek, ott végül is a bellakik egy lakóban, egy ingatlan, teljes adómentességet élvez. A nyaralóként vagy az ilyen üdülőként fenntartott ingatlan után meg én is azt mondom, hogy azért valami adóbevételünk kell, hogy legyen, mert ő nem fog tudni közüzemeltetést fejleszteni, utat építeni, semmit, hogy ez kell, hogy bevételünk legyen. Az ugye az előző testvéri anyagok, hogyha valaki felcsatlakozik a honlapunkra, meg tudja nézni, hogy milyen adóminuszokkal megyünk neki a következő évnek. Itt vannak normatív támogatások, van egy csomó olyan befizetés, ugye, amit nekünk ki kell fizetni, például az étkezés után ugye a nyersanyag normákat nem tudtak megemelni, ott is egy jelentős veszteségünk van, de most nem fogom felsorolni, mert több oldalnyi anyag. Úgyhogy én az ingatlan adóval a jogi ügyeleti pénzügyi bizottság döntésre teljes mértékben egyet tudok érteni. Iparüzési adó a 2%, amit elmondott bizottsági tag úr is, ugye Tóvét úr, az 2%. Most a 2%, ugye ezen nem kéne, hogy változtassunk. A TEOSZ-nak is volt egy állásfoglalás, hogy ezzel ugye a Telepési Önkormányzatok Szövetségnek mi is tagja vagyunk, ugye ez Magyarországon a legnagyobb önkormányzati szövetség. Volt az adózással kapcsolatban több állásfoglalás, például az iparüzési adó is egy olyan állásfoglalás volt, hogy nem csak az szerepelt bent, hogy a garantált bérminimum és a minimál bér miatti anyagi kiesést a vállalkozóknak ugye ebből kellene hogy finanszírozni, hanem még az is rendszerbe a TEOSZ-nak ugye egy ilyen jogi felvetésébe és a finanszírozásba, hogy az nyugdíjra kifizetett ugye adókat is, ebből kellene ugye ebből tudja levonni mindenki. Úgyhogy igazából még az útdíjaknak ugye, amit az állam felé valaki befizet, a útdíjat, az is a mi önkormányzati bűdzsénket minuszolja le azzal az összeggel. Most van egy fuvarozó vállalkozó, de elég jelentős útdíjat fizet, és akkor ugye fogja és az iparüzési adójában levonja. Úgyhogy ez van, amit nagyon sok olyan adó nem van, amit ugye az évek során a kormányzatok elvettek, és nem sem akarok politizálni, csak 10 éve volt, itt 16 évvel ezelőtt elvett adó, és meg 16 évvel ezelőtt elvett adó, és például a személyi jövedelem adó egyfőre eső visszatérítése, hogy aki volt régebben, szerintem biztos emlékszik rá, a régebbi testületek még számolhattak ezzel az összeggel, ez egy nagyon jelentős összeg volt, ami most nincs. Ez is ugye előjött a önkormányzati szövetségnél, hogy igenis ezt az adót is vissza kell adni. Hogy itt van például a gépjárműadó. Mindenki sír, panaszkodik ugye a polgármesteri társai közül, hogy milyen dolog ez elvették a 40%-et. Hát uram, bocsánat, 40%-ért kéne sírni, panaszkodjam a 100%-ért. Mert egyszer elvettek. 60%-ot, oda jutottuk, hogy 40%-ért. Mindenki panaszkodik a 40%-ért, az nekünk 13 millió forint. De a 100%-unk az 30 millió forint fölötti összeg, ami nekünk jár. Azért jár, hogy itt kéne utakat fejleszteni, a tömegközlekedés finanszírozni, csomó olyan finanszírozni való
pénzre van szükségünk, amit nem kapunk meg. Most itt a bocsánati csapongunk, csak hogy értsük, hogy most, amikor döntünk egy adórendeletről, akkor ne csak 6 forintról, 8 forintról beszéljünk, mert az is nagyon fontos, hanem ugye az összességére. És én voltam az, igen, ez vállam is. Aki azt mondtam, hogy az ingatlan és telekadó, hogy mielőbb ugye tekintsük, hogy vezessük ki. A kivezetés az nagyon sok félre, azt hitték, hogy akkor életközben nem fizetünk egy forint adót sem. Van kommunális adó, ugye, amit fizetünk nagyon sok településen, most nem fogom felsorolni, hogy ez itt a hajó, hogy hát hányféle adó nem van. Az, hogy nem fogunk fizetni egyetlen egy forint adót sem, sajnos azt kell mondjam, a 19-es pandémia után, és ugye most itt mondta, most is pandémia, most is vészhelyzet van, ma is meghalt 36 ember leszem, tegnap 44, úgyhogy azért annyira ne temessük ezt a vírushelyzetet, mert most is vírushelyzet van, és ugye a finanszírozásunk az ugyanúgy, ahogy mondjuk 19 év végén, ugye elcsúszott május 20-ban, 21-ben is, és itt sem fogunk túskálni, ez biztos. Úgyhogy visszatérve röviden az én a Jogi és Pénzügyi Ügyvédelmi Bizottság elhangzottak az iparüzési adó 2%-a, az idegenforgalmi adó ugye fölemelési 500 forintra, amihez azért hozzátenném, hogy 19-es adatokkal számolunk. De bocsánat, a 19-es adatokkal számunk, olyan adatokkal számunk, amik nem léteznek. Az idegenforgalmunk az a, sajnálom mondom, hogy csúnya, a békasegi alatt van, ezt mindenki tudja, évizelés a békasegi alatt van kezdés, és nálunk is ott van. Tehát amikor számolgatunk itt, hogy 12 millió van innen, meg onnan pótolgatunk, nem fogunk tudni pótolgatni, mert most is kivagyunk, ugye centízve, hogy a 40 milliós tervezett kisebb adóbevételből, talán azt a 8. végére bejött 7 millióért 70 ezer forint. Ez is bemozott. Úgyhogy amikor itt dobálzunk ilyen 10-12 milliókkal, csak mondom egy pár példát, például itt van a beruházások során, például Gesztenyes utcának az aszfaltozás 16 millió forint. Vagy ott van például a járdaépítésen, most megkaptuk a terveket, ami lemenne ugye a központtól egészen a temetőig, ugye ez a Barlang utcánál csak a járda 15 millió forintba kerülne megépítése. Vagy akár mellé a csapadékvizelvezetés, ami 17 millió forint. Úgyhogy azért, amikor elengedünk egy-két forintokat, lehet, hogy egy családnak biztos, hogy nagy segítség, mert ugye most egy 1500 négyzetméteres terveknél nézünk, akkor 15 ezer forint helyett, mondjuk, hogyha fizet mondjuk 8 forintot, vagy 25%-kal kevesebb, akkor fizet mondjuk 12-13 ezer forintot, az csak pár 2-3 ezer forint viszont nekünk, akkor nem lesz majd járnánk, nem lesz a pénzünk. Nem kapunk annyi pénzt, amiből mondjuk fent tudnánk tartani a középkeztetést, nem kapunk annyi pénzt, amiből fent tudjuk tartani akár az óvodát, vagy a konyhát, vagy ezt sem fogom sorolni, nem az anyagból. Úgyhogy én maximum annyit tudnék ehhez az egészhez hozzátenni, hogy a vízelvezető árkok után szerintem ne kell fizetni egy forintot sem, vagy utak után most sem kell. Én a külterületi telkek után nem kérnék egy forint adót sem, igazából azt ki van számoltál, 2.600.000 forintunk. Most mínusz lenne, ugye azért ezek összeadódnak, hogy ezek közel 10 millió forintos elengedésről beszélünk itt összességével, hogyha ez mind realizálódik. Az ingatlanadó marad, ugye ott elengedünk egy jelentős összeget, ott abban már többet nem fogunk tudni elengedni, ugye nyaró tulajdonosok már nem tudunk elengedni adót. Úgy is, hogyha nézzük, hogy mennyi adót fizetünk például a környező településekhez képest, nem véletlenül jönnek tömegével az ingatlan vásárol. Drasztikusan kevesebb az ingatlan, és a telekadó mindig hírizen kezdte, szomszédos településen, ahol van. Iparőzési adó 2%, és az idegenforgalmi adó 500 forint per négyzetméter. Nekem ez lenne a javaslatom, ezen szerintem akkor vitatkozzunk, hogy várunk hozzászólásokat. Nem tudom, hogy ezzel most így sikerült-e kimerítenem a... Így körülbelül, igen, köszönöm, elolvasztottam a tervezetet is, meg az, vagyis az előterjesztést is elolvastam. Tehát így tisztában vagyok vele. Hogy mi merre. Én nem tudom, én nekem az a személyes véleményem, nem vagyok helybeli lakos különben, hanem a közös teherviselés az szerintem úgy mindenkit kellene, hogy érintsen építményadó szempontból. Tehát valamilyen szinten kellene. Itt azért vannak olyan emberek is, egyre többek olyanok, akik megörökölnek háza, és ők nem laknak itt életvitelszerűen, és ha pertlant nem akarják eladni se a házat, se a telket, akkor ők például megint hátrányos megkülönböztetésben vannak, mert viszont nem nyaralók. Jó, azért azt tudni kell, hogy az ingatlan és telekadó, ez egy vagyoni adó. Úgyhogy nekem mondjuk van egy lakásom Benkeszten, nem tudom teljesen mindegy, hogy hol, hogy megerőlök a cseszmény egy újabb ingatlant, és hogy nem tudok beköltözni, akkor most őszintén mi a különbség ahhoz képest mondjuk, mint akinek van egy nyaralója. Neki is van egy ház, van egy nyaralója. Ha valaki nem tud fenntartani egy ingatlant, és ezt most lehet, hogy csúnya lesz, hogy mondok, akkor adja el, értékesítse. Ha már nekem van
egy saját ingatlan, amiben lakok, és én úgy érzem, hogy kell nekem mondjuk a horvát tengerparton egy nyaralós veszek, akkor fenn kell tudom tartani. Vagy ha megörökölök mondjuk Budapesten egy ingatlant, ami nagyon jelentős értéke van, de én mégiscsak Csersze-tónyán akarok lakni, akkor igenis ki kell, hogy fizessem. Nekem is volt, sőt, van, hogy két ingatlan, egy ingatlan lakom, és van egy másik, én is azt ki kell fizetnem. És volt, hogy örököltem ingatlan csal, és örökölt a családom ingatlan csal, és halálozás miatt úgy ki kellett fizetnünk, mert hát nem laktunk be. És amikor másnak érve azt mondtuk, hogy jó, mégsem szükséges nekünk az ingatlan, akkor eladtuk. Úgyhogy ezért ez egy kicsit luxus lenne, hogy mi, akik mondjuk itt élünk, és mondjuk itt próbálunk egyre a kettőre jutni, mi finanszírozzuk azt, hogy valaki esetleg szereti, nem tudom, a cseresznyefát, mondjuk a most ez csúnya lesz, hogy vagyunk ellen, hogy a cseresznyefát, és meg akarja tartani, és ezért az egész ingatlan megtartja ezt. Ezt nem fogja tudni finanszírozni a társadalom, és ugye így, hogy pandémia van azért, hogy nem csak az a, szerintem nem csak az önkormányzatoknak van kevesebb pénz, itt az emberek, egyéneknek is egyre kevesebb pénze van. És azt mondom, hogy most azért nem korrekt, szerintem teljesen korrekt. Ha valakinek 500 milliós ingatlanja, akkor azért az egy vagyon. Akkor nem mondhatom azt, hogy hát ő se fizessen, mert most neki persze kell az az ingatlan. Úgyhogy én azt mondom, hogy én ebben konzekvens lennék, és én azt mondom, hogy igenis, aki beállapik, ő oké, ne fizessen érte, mert bennél életvitelszerűen. Reméljük, hogy ugye kasszálja a füvet, tisztítja az ágat, azért tesz is azért a környezetére, ahol él. Aki meg csak ugye itt van egy ház, ő még nem biztos. Nagyon sok olyan ingatlan van, például a kolléganő volt ki olyan ingatlanból, a 25 decemberben beledöglött egy, most nem ősz vagy hó, de nem tudom, micsoda. Kb. 10 éve nem jelent senki abban a házban. Adott csak fizetnek utána, és körülbelül az értéke, az új értéke az a ház, nem ilyen lehajlányagot, ennek körülbelül 100 millió forint érték ingatlan lesz. Jó, nem tudom, esetleg hozzászólás, egy észrevétel, vagy önöknek is a legjobb észrevételük. Igazából az előterjesztésben leírtakat most nem kell, hogy határozati javaslatot hozzunk, ugye az előterjesztésben leírtakat kell, hogy esetleg elfogadjuk, hogy azon vitázzunk, és a következő testületi ülésen kell rendeletet alkotnunk az adóval kapcsolatban. Úgyhogy akkor a képviselőnek is a felvetését le fogjuk tenni abban az előterjesztésben, plusz ezeket, amik itt elhangoztak, és akkor a következő testületi ülésen fog eldőlni a következő adózás. Úgyhogy én is lehet hozzászól, és akkor jön az előterjesztésben leírtak és itt elhangzottak a kapcsolatban, esetleg aki egyetért velem, azt kérem igen esetleg készváltatással jelezze. Mindenképpen elfogadtuk, úgyhogy a következő testületi ülésre elhozzuk. Akkor megkérem képviselőt, hogy legyen kedves, akkor küldje át a írásban is majd az anyagát, és akkor jegyzőasszonynak, meg az itt elhangzottakat is akkor ezt fogjuk tenni. Ki fogjuk tenni a honlapunkra is egy kicsit rövidített változatba, hogy a lakók is lássák, hogy milyen lehetőségeink vannak. Akkor nem is tovább vissza. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Tájékoztató Csekszetmai Nagyközség önkormányzatának 2021. január 1. és augusztus 31. közötti időszak gazdálkodásáról. Kérném a jogi ügyvédi pénzügyi bizottság vezető két oldalt, hogy lehetsz, és akkor ismertesse a bizottságot. Pénzügyi bizottság átnézte a előterjesztést. Köszönjük szépen a korrekt munkát áttekintetően. Amit kérdezett a pénzügyi bizottság adott kapunk választ, tehát ezt a anyagot két igen szavazattal elfogadásra javasoljuk.
Most itt egy napig hozzászólása is szerint az elkor. Köszönöm szépen. Egy-két dolgot, ugye, már én említettem, hogy mik azok a plusz költségek, amik nincsenek lefinanszírozva ugye a kormány és az állam részéről. Annak az örülök, hogy ez a törvényes állásfoglalás az kb. Egy olyan két hónappal ezelőtt jött ki, és ugye most egy hónappal ezelőtt újra kijött, úgyhogy ez látszik, hogy az összes önkormányzat sajnos ugye ezekkel a problémákkal küzd, amivel mi. Viszont ugye még egy nagy probléma van, amit szerettem volna itt ugye elmondani, ez pedig a bérek. Ugye az önkormányzati dolgozóknak és ugye a hivatali dolgozóknak a bérével kapcsolatban is van törvényes állásfoglalása, és a polgármesteri béreket azt hagyjuk azzal kapcsolatban, és itt a leglényegesebb a önkormányzat és a hivatali dolgozók érezése. Ugye ott volt egy illetmény alap, ami alapján van kifizetés, itt volt ez elégső vitánk. Én ezt csak azért mondom, a következő évi költségvetésünk elfogadásánál fogok kérni a önkormányzat szövetségre egy írásos ajánlást, és azt majd le fogjuk terjeszteni a képviselőtestet elé, hogy lássa a képviselőtestet, hogy a mi számunkra is, hogy ahol mi nem vagyunk egy önkormányzati szövetségek, milyen állásfoglalások vannak. Ott is elmaradunk jelentősen az átlagtól. Úgyhogy igazából az átlag, az önkormányzati átlagtól el vagyunk maradva. Csak hogy mondanám, miért itt a számogatásba kezdeni. És ami még fontos volt itt a középkeztetéssel kapcsolatban, hogy a nyersanyag normatíva kiszámítását ezt meg fogjuk kapni. Jellemezés vezető úrtól, úgyhogy ott is át kell gondolnunk, hogy milyen mérték lesz az emelés, mert most per pillanat mínuszba adunk, úgyhogy minden egyes étel arra, amit megfőz a konyha, az ugye mínuszt kell már nekünk, mert a nyersanyag normákat felemelni. Amit látni lehet, hogy az oldal és a hivatalnál ugye milyen költségvetési bevételekre realizáltak, ugye van egy 53-51%-os bevétel, ugye ez 8. hó végéig, úgyhogy most nem mondjuk meg matematikus, olyan 60, nem 70%-nak kellene lenni. Úgyhogy itt a finanszírozás is van, ahol ez el van valóban. Jó, én akkor, hogyha nincs több észrevétel hozzászólás, akkor szavazásra tenném fel. Aki az előterjesztésben lejött, akkor egyetért kérem, hogy esetén készfeltartásra jelezze. Volt igen, elfogadtuk a napot. Köszönöm szépen a segítséget. Sorrendben az 5. kiadott 10-es napirendi pont. Tájékoztatás az A2-keréken kerékpárt fejlesztéssel kapcsolatban. Hát ezzel volt egy elég komoly beszélgetésünk itt pénzügybizottsági ülésen, és most már se híve beszélgetünk ugye a kivitelezővel és a pályázatnak a mentoraival is. Kérdem, akkor Tóléta lesz is minden az állásfoglalása. Köszönöm, Csiszoló polgármester úr. Átolvastuk az anyagot, és hát érdekes olvasmány. Egyetlen pozitív dolgot nem találom benne, tehát a bizottságnak is az a véleménye, hogy a határtudásokat fogadjuk el, és írjunk egy új körbe. Bontsuk fel a szerződést, kintelődő szerződését, írjunk egy új körbeszerzési eljárást, bízva abba, hogy még az időpontban beleférünk, mert ez a vállalkozó ez nem csinál semmit. Tehát a bizottság két igennel a határtudásokat elfogadja. Igen, itt azért megemlíteném, hogyha már szerintem most mennyi testület ügyesen elhangzott, de hát van olyan, akkor aki nem tud róla, hogy ez az A2-keréken, amit megörököltünk úgy, ugye, mint önkormányzat, hogy nem is szeretünk volna igazán részt venni benne. Csak ugye amikor ez a Évíz Havót is ugye kezdte által előhívott projekt, a tervezés folyamatban terült ki, hogy Cserszeton, hogy nem lehet kihagyni ebbe az egészből, és akkor 17-ben bekerült Cserszeton, hogy ez a 480 méter hosszú szakasszal, ahol emlékszett olyan kis szakasszal. Úgyhogy volt már egy konzorciumi szerződés, aminek ugye így hirtelen tagjai lettünk. Ezt csak azért mondanám, hogy itt elég sok sületlenség elhangzott itt már sokszor, hogy milyen sok pénz van az önkormányzatnak. Itt azért van egy 70 millió, több 70 milliós pénzeszköz, ami ugye rajta van a számlánkon, ami azért van rajta, hogy ezt a biciklutat meg tudjuk valósítani. Nagyon sok fordulót végigértünk itt a kivitelezőjön, nagyon sokszor hivatkoztak hídra, hogy nincs meg az engedélye, akkor hivatkoztak itt a
telefonkábel, ha jól emlékszem, hogy ugye az zöld, bekerül az oktalán, hogy nem, akkor hivatkoztak arra, hogy nem fél a kerékpárút a kiszabályozási vonalon, amit ugye mi kimérettük, és kiderült, hogy elfér, úgyhogy a jövő tolgatós elmondosás. Mi teljesen jó hiszen megálltunk hozzá ez az egész hitelezéssel, viszont már eljutottunk arra szintre, hogy ha most azonnal nekiállnak, sem biztos, hogy ez a rendelet, így, hogy csinálják, be tudják fejezni, és ugye megkértük a jogi képviselőnket, hogy lehet, kedves nézze át az összes anyagot, és ugye ővel és edzőszerűen is ugye a munkát végző kollégákkal leültünk, hogy egyáltalán mi a legjobb megoldás. A legjobb megoldás az, hogy minél gyorsabban felmondjuk ezt a szerződést, és mindig aztán jövő augusztus végéig kellene befejeznünk. Ugye a közbeszerzési eljárás is lehetne folytatni, ez már saját költség lenne, azt hiszem, 7 vagy 8 ezer fontos összeg lenne. Viszont ugye itt már ben vagyunk azért elég rendesen, mert volt, amit kaptunk pénzt, ugye a pályázatból is kapott pénzt az önkormányzat, még 17 vagy a pályázatban, ingatlan vásárlás, hogy nem volt elegendő, úgyhogy a saját bevételeinkből pótoltuk ki, és úgy jöttünk az ingatlanokat, hogy egyáltalán biciklit megvalósulhasson. Úgyhogy röviden ennyit róla, én bízom benne, hogyha sikerült találni, hogy olyan kivitelezőt, aki hajlandó is ezt megcsinálni, akkor augusztus végig ezt meg tudjuk oldani. Hogyha nem, akkor vissza kell fizetnünk ezt a 2017-ben, talán 17-ben így utalt pénzt, ezt a 71 millió forintot. És ugye természetes módon, mivel szerződésünk van, közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva itt a kivitelező, ezért ugye mi pereskedni fogunk, és kötbérrel fogunk érni. Mi szomorúbb az egészben az, hogy lehet, hogy az elhúzódik két vagy három év is. Úgyhogy mire ebből az önkormányzatnak pénz lesz, addig az a bicikli úton már elfáradnak a biciklisek, mert már kész kell, hogy legyen. Nem tudom, esetleg hozzászólás. Jó, akkor az előterjesztésben lejött a kar, és azzal kapcsolatosan, hogy akkor ezt a szerződést megszüntessük. Kérem, igen, esetén készfeltartásra ez, aki egyetért. Hát igen, de lehetett a szerződés felmondásáról. Sorrendben a hatodik, folytatott a 15-ös napirendi pont, ez a karácsonyi támogatás. Kérem, hogy a jogi ügyelmi pénzügyi bizottság döntését volt, hogy milyen szíves mondja nekem pár szót. Mivel a tavalyi évben is nagyon jól sikerült ez a kezdeményezés, a pénzügyi bizottság két elmélyű tagja igennel szavazott arra, hogy idén is ugyanígy legyen. Tehát 60 év felett magyar állampolgárok 5000 forint per fő összegben a vásárlási utalmát kapjanak a karácsony alkalmával. Tehát a hatályi javaslat elfogadását javasoljuk. Jó, és itt hozzászólás. Köszönöm szépen, hogy a határozati javaslatban ez a szó nem szerepelt, hogy magyar állampolgársággal rendelkező. Jó, akkor az előterjesztésben leírtakkal ezzel a módosítással, ugye, mint a bizottság ülésen előterjeszt, magyar állampolgárságú. Császi Tomán elvitveszerűen élő 65 év felettel kapják ezt a támogatást. Egyetért kell, még esetén készfeltartásra jelezze most. Őt igen, elfogadtak a támogatást, köszönöm szépen. Sorrendben a hetedik, a kiadott 16-os napirendi pont, ez a betlehemi kompozíció megvalósítása. Kérem, hogy utolgatod a lejesz, és akkor egy pár mondatot nagyon erősen, erről is volt ez egy elég komoly beszélgetés. Beszélgettünk, mert sok minden előjött. Például nagyon jó néven venni a bizottság álláspontját mondom. A bizottság, hogy civil kezdeményezésre is lehetett volna már Betlehem. Egy-egy évben volt, nagyon elvétve, de lehetett volna csinálni. És most is úgy szándékoznám támogatni ezt az ötletet, hogy itt központi helyen, tehát a hivatalhoz közel el legyen ez felállítva. Úgymond példaként, hogy talán majd a egyházközösségek, vagy egyáltalán civil szervezetek, hagyományozó egyesület, vagy bárki más, csinál a két templom udvarba is egy hasonlót, mert ez így illene. Úgy gondolnám, nem csak beszélni kéne róla, mert beszélek már régen, hogy hallottunk sok mindent, de tettek, nem követték.
A bizottság úgy döntött, hogy támogatja ezt a javaslatot, és a berendezési tárgyaknál a előterjesztésben felsoroltak közül a 302-es számú tételt támogatná, ami 320.300 forint plusz áfa összegben jelentkezik. És a hivatal, illetve az épület felállításához pedig 150.000 forintos pénzösszeg felhasználását biztosítanánk, amit az előzetes számítások szerint alul, illetve felül tervezték, tehát valószínűleg nem lesz felhasználva, tehát marad az általános tartalékba. Itt a helyi fizikai állomány majd ügyeskedik, és mindent felhasznál, ami egyébként kezünkbe kerül. Tehát a hadat javaslat elfogadását javasoljuk ezekkel a kiegészítésekkel. 302-es, 320.300 forintos összeghatár és a 150.000 forintos épület felállítási költség. Tehát az állváltozat. A tervet javaslat állváltozat, tehát támogatta a bizottság. Hozzászólás is, amiket van, parancsunk. Itt szeretném jelezni, hogy Fányolt életre tudját a betlent felállításához felajánlok. Jó, köszönjük szépen a felajánlást ebben is. Jó, igazából ugye itt a pénzügyi bizottság ülésen beszéltünk is róla, hogy ez a 302-es számú, ez már fel lesz a honlapunkon is, hogy meg lehet nézni, pontosan mit tök, ez egy 12 darabos betlenmi kollekció, 90 centi magas, ugye águkkal. Ezeket fel fogjuk tudni használni többször is. Pénzügyi jogi ügyrendi bizottság ülésen elhangzott, hogy jó lenne tervet a másik oldalon is csinálni egy ilyen kompozíciót. Az a legnagyobb bajunk ezzel, hogy igazából Betlehemet csinálhatnám ugye 3-4 helyre is cseszett volna, de indul abból, hogy ez az első ilyen Betlehemünk, és ugye most meg fogjuk csinálni a központba, azért fogjuk a központba csinálni, mert én nem láttam olyan települést, hogy aztán elég sok területesen akkor az önkormányzat minden egyes szakaszban ugye csinál ilyen betlehemi kompozíciót, sőt ugye úgy, ahogy Tóvétos elmondta általában, hogy a civil közösségek szoktak betlehemi kompozíciót elkészíteni. Én is bízom benne, hogy esetleg a bármelyik civil közösségünk, vagy akár melyik egyház közösségünk esetleg szeretne egy ilyet készíteni, valami szívesen segítünk. Közben itt mi megnéztük, hogy a volt önkormányzati épület mögött vannak olyan hallók, amiket fel tudunk használni, úgyhogy nem is biztos, hogy kell itt a 150.000 forintból bármit is felhasználnunk. Ez a falnyag az ott, nem tudom, mire lehet még annak ilyen félretéve, ezt meg felmérjük a dolgozó, hogy körülbelül mennyi az az anyag, ami ott van. Úgyhogy igazából a jelentős költség ez a 12 darabos betlehemi kollekció lenne, ugye most akkor kapunk már ugye tuja ágakat, szerintem szalmát is fogunk kapni, mert majdnem mindig szoktunk kapni egy dekorációnak teljesen mindjárt itt a Lóbarát panziótól, úgyhogy igazából szerintem olyan költségünk nem lesz szinte csak a kollekció ára. Jó, akkor itt elhangzottakkal kapcsolatban, hogyha nincs nap hozzászólás, akkor feltenem az anyagban kiadott parancsolat. Még egy dolog nem hangzott el, az, hogy ennek a szállítási költsége kb. Még 30.000 forintba kerül. Igen, arra volt, hogy ezt megkérdezünk pontosan majd a cégtől, de azt, hogy most mennyibe kell a szállítási költség, igazából le is tudjuk lehet hozni, úgyhogy ezzel úgy voltunk, hogy nem biztos, hogy lesz állítási költsége. Bocsánat, hozzászóltam. A jegyzőasszony előzetesen kiszámoltuk, meg egyeztettünk a céggel, hogy nagy vonalakban 25.700 forintba kerül a szállítás költsége. A budapesti út oda-vissza, mert ott van a kereskedés központja, plusz az autópálya matrica, nem biztos, hogy olcsóban kijövünk, de el is lehet érte menni, amit ott a képviselőtest meg. Hát igazából ugye a 320.000 forintot, 150.000 forint, ugye, amit a anyagra költöttünk, hogy összességében biztos, hogy fogja fedezni még a szállítást is. Úgyhogy így, hogy főleg a pallónk is van ugye egy csomó elanyagunkat fel tudunk használni. Szerintem az összeg ebből még szállítással minden együtt is kell, hogy mondjam, 100.000 forint. Úgyhogy én azért gondoltam, hogy most annyira ne forgácsoljuk szét ezt a költséget. Úgyis, hogyha a szállítási költségből is erős, hogy lesz szám, úgyhogy ha valaki akár nézni, akkor azt látni is fogok. Köszönöm szépen, erről tényleg szó volt, hogy akkor szállítási költséget is ugye, adjuk hozzá.
Jó, akkor egy adott anyagban eljut, akkor aki egyetért, az előbb a 302-es szám ajánlatot fogjuk megvásárolni, és akkor a szállítási költséget, ugye, és az összes anyagot pedig ebből a előirányzott 150 ezer forintból fogjuk finanszírozni. Ilyen esetén tényleg készfeltartásra jelezze most, hogy igen, elfogadtuk, köszönjük szépen. Sorrendben a 8. aki a 14-es napirendi pont, 2021 évi közművelődési munkaterv módosítása. Én dolgot tudom, hogy urat lenyesz, és akkor pár mondatot mondani erről is, mert azért kapcsolat is volt azért megbeszélni. Áttekintettük a táblázatot, és arra megállapításítottunk, hogy de a pandémia helyzet sajnos nem hanem egyre rosszabb, tehát itt a színesen jelzett rendezvények, amik tervezem, hogy el fog maradni, ez valójában el is kell, hogy maradjon, mert nem tudjuk valószínűleg őket szervezni őket, illetve olyan előírások lehetnek, nem 100%, amit nem tudunk teljesíteni, tehát igazából úgy döntött a bizottság, hogy támogatja ezt a változtatási sort, és két igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. Köszönöm szépen. Még annyit ott beszéltünk, ugye, hogy a kórus a templomokban a harmadik gyertvegyújtásnál lenne, és akkor itt a tehát 10 órakor szokott kezdődni az oldalon, a gyertyagyújtás estén délben a másik oldalon, és akkor azt meg majd beemelnénk ide a kulturális sorrendbe. Igazából utána költsége És még egy változtatást szeretnék javasolni az óvodával való kapcsolatítás után. A december 16-ai csütörtöki karácsonyi és a 4. adventi gyertyagyújtást csütörtökről vasárnapra áthelyezni, és a tornacsarnok helyett ugyanúgy a rendezvénytérre átvinni. Ez lenne még egy javaslat. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy akkor itt a gyermekeknek elmaradna csütörtökön délelőtt akkor ez az egész műsor, amit ugye kapott volna az önkormányzattól. Viszont akkor az adventi gyertyagyújtás, hogyha átkerülne, akkor a tornacsarnok helyett 16-áról vasárnapra, ugye ott akkor ez a 700 ezer forintos költség fog takarni, hogy egyáltalán lesz vagy nem. Hát itt, mert itt ugye szokott egy koncert lenni, egy műsor itt a tornateremben, egy karácsonyi műsor. Hát akkor a megjövítek, akkor elmondanám, hogy igazából még a karácsony a koncertnél alakult, hogy most ki fogja majd a koncertet tartani, de igazából ugyanazt megvalósítjuk ott, mint itt a tornateremben. Pont a járványügyi helyzetre való tekintettel gondoltuk elsőképpen azt, hogy a szabadidőpartban kell ezt megtartani, és az egész eddigi rendezvényünk is azt bizonyította, hogy jó helyen lenne ott a rendezvény vasnak. Nem ez én sátorom. Persze, természetesen. És akkor azt nem lesz zárt? Hát az időjárás függően eddig is úgy működött, hogy a hátsó része be volt zárva a sátornak, hogyha jó idő lesz, akkor nem lenne bezárva az oldala, ahol itt ugye a vendégek jönnek, hogyha nagyon rossz idő lenne, akkor a felét bezárnánk. Most az időjárástól függően oldanánk meg, és akkor itt meg tudnánk oldani, nem lehet geszteni, sőt geszteni a forralt dolgozást, tehát nem csak a torna felé műsor lenne, hanem köré egy ilyen kis vásári karácsonyi hangulatot is. Ott még nem biztosítani, hogy itt nem a karácsonyi hangulat. Jó, köszönöm. Jó, itt viszont akkor is mondanám, hogy azt már beszéltem egy pár, hogy a rendezvény téren kellene egy árnyékolás, hogy bármi, amiben megoldjuk azt, hogyha minél többen vannak kint, akkor jobban elférjünk, azon majd el kell gondolkozni, most fogunk bekérni a sátorkertől, ugye akitől szerintem vásároltak annak idején a sátrat, vagy vásárolt a sátrat az önkormányzat, egy ugye ekkora sátorra eljártott, és ugye ezeket ugye egymáshoz lehet építeni,
aztán megérkezik az árát, hogy mennyibe kerülne, azt majd a következő költségvetésünkbe be fogjuk tenni, és akkor meglátjuk, hogy egyáltalán meg tudjuk-e vásárolni. Arra azért lenne szükség, az már most látszik, hogyha rendezvény téren felállítanak még egy sátrat, főleg a Borfesztivál, és nagyon sok olyan rendezvényünk van, aminek a tömege ugye olyan nagy, hogy nagyon szükséges lenne még egy sátor, hogy beférjenek az emberek, és ugye ne mindenki össze-vissza csörögjenek. Hogyha rossz idő van, akkor is azért lehessen megtartani, hogyha nem is akkor létszem, de valamennyire egy rendezvényt. Most egy sátrunk, ha jól tudom, tehát 300 négyzetméteres, ha ezt kiegészítenénk, és ugye akkor nem kellene nagyon sok elemet vásárolnak az emberek, hogy összeszerelni a másikba. Például megspórolnak egy sor lábat, ugye, mivel alá hozzáfűsítenek tetőt, minden kellene a hosszú oldalnak az összes lába, megspórolnak ugye oldalfalat, mindjárt két hosszú oldalfalat megspórolnak, mert csak két rövid oldalfal kellene, meg megvan az összes oldalfalom, úgyhogy igazából nem kerülne annyira, mint hogy vennénk egy komplex sátrat. Ezt majd felmérjük, és akkor majd elmondja a testőt, hogy szeretnie vagy nem, de az látszik, hogy a rendezvényeink így, hogy elindultak, azok egyre nagyobbak lesznek. Így, hogy a színpadot is meg akarjuk bővíteni minimum másfél szélesére, hogy elférjenek rajtuk a komolyabb zenekarok, vagy komolyabb táncegyüttesek, és az is el fog venni a sátorból még helyet. Úgyhogy ezt majd át kell, ezt is majd át kell gondolni a bőre. Parancsoljon, képviselő asszony. Köszönöm. És az Andrássy forgatagítatónak kapcsolatban melletti sátor itt lesz felállítva, és akkor itt lesz a félrakóvárás? Ez is a rendezvény tér. A csalmat elventi sárga ír a 35-ben van. December 5-én most már. Nem, ez az is a rendezvény térre kerül. Ezt módosítani kell. Azt, hogy egyáltalán meg tudjuk-e tartani, ez még a jövő kérdése. Úgyhogy igazából a kültéren is, mondjuk egy csátorra, akkor mert a pandémiás helyzettől fog fölni egyáltalán meg tudjuk vagy sem. Köszönöm. Jó, nem tudom, hogy esetleg van még bármi kérdés, akkor egy szavazás után jönni fel a felülterjesztést, hogy ezek a változások, amiket most itt elmondtunk, kérem igen esetleg készfeltartásra, hogy az, aki egyetért vele. Hát igen, elfogadtuk. Sorban a 9. a kiadott 3. napirendi ponton. Csészetom a nagyközség 6/2019 formájában 28-as számú lehetőségek védelmi rendeletének jogharmonizáció miatti partnerségi egyeztetés lezárása, a rendelet módosítása. Ezzel kapcsolatban is volt már több beszélgetésünk, nem tudom, ezt a jogi pénzügyi ügyvédelmi bizottság is tárgyalta. Igen, és a két taggal befogadásra javasolja a határozati javaslatot, illetve a rendeletet is. Ugye itt egy jogszabályi változás miatt kell most nekünk a határozati javaslatot hoznunk, és ugye a rendelet tervezetet is. Jó esetleg a határozati javaslathoz van hozzászólás. Nincs, akkor szavazásra tenném fel a előterjesztésben leírtakat. Kérem igen esetleg készfeltartással jelezze. Egyetért a leírtakkal. Köszönöm szépen. Sorrendben a 10. kiadott 4. napirendi pont, önkormányzat szervezeti és működési szabályzatára szóló 12.2. Önkormányzat rendelet módosítása, rendelet tervezet. Ez ugye kapcsolódik szorosan az előző anyaghoz, itt a saját rendeletünket is ugye át kell szabnunk, erre azért van szükség, mert ugye megváltozott a településképi véleményezésre jogosult személye, ugye erre régebbi jogszabályok alapján polgármester volt erre jogosult, és ugye ezt a jogosultságát a képviselőtestület helyezte volna át, ugye ez a új jogszabály, és ugye mivel saját önkormányzati rendeletünkben ezt szabályozhatjuk, ugye a szervezeti és működési szabályzatunkban. Ezt megbeszéltük a előző testületülésen is, ahogy a főépítész úr volt, és úgy döntöttünk, hogy maradna a polgármesternél ez a jog, viszont negyed évente beszámolási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Úgyhogy is annyi változás van, hogy negyed évente
félkülti szóval egy beszámot fogunk tartani az összes ilyen településképű véleményezéssel kapcsolatban, és akkor hozza az összes ilyen anyagot, és akkor meg lehet tekinteni. Jó, először az előterjesztést kell feltennem szavazásra. Ha nincs az előterjesztés, az más hozzászólás esetleg. Akkor kérem, hogy az előterjesztésben leírtakkal ki egyetért, igen esetén készfeltartásra jelezze. 5 igen elfogadtuk az előterjesztést. Rendelet alkotás következik. Ugye a rendeletbe át kell vezetnünk ezt a átolázott hatáskört. Fog változni a 1-es paragrafus, 2-es paragrafus, 3-as paragrafusunk. Császártomaj önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló 12/2019 12.2-es önkormányzati rendelet módosításáról szól. Császártomaj lehetőség önkormányzata képviselőtestülete az alaptörvény 3. cikke 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében az alaptörvény 3. cikk 1-es bekezdés B pontjában Magyarország helyi önkormányzataival szóló 2011 évi 55. törvény első bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. Első paragrafus. Az önkormányzat szervezet és működési szabályzatán szóló 12/2019 10.2-es önkormányzati rendelet 7-es paragrafus 2. bekezdése helyében következő rendelkezés lép. Második bekezdés az átvonázott hatáskörben hozott döntésekről, az átvonázott hatáskörben eljár a személy vagy szerv minden negyedév végén képviselőtestület ülésen köteles beszámolni. Második paragrafus az önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló 12/2019 10.2-es önkormányzati rendelet első melléklete helyébe az első melléklet lép. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályban, és a kihirdetés követő második napon hatályát veszti. Jó, erről lenne szó. Kérem, aki a rendeletben leírtak, ha egyetért, igen esetén készfeltartásra ez most. 5 igen elfogadtuk a rendelet módosítását. Köszönöm szépen. Sorrendben a 11. a kiadott 5-ös napi rendi pont. Császártomaj Nagyközség önkormányzata 2022 évi belső ellenőrzési munkaterve. Ezt is tárgyatja a Jogi Ügyelmi Pénzügyi Bizottság. Kérem területi értelmes és az álláspontjukat mondja el. Átnéztük a előterjesztést, ez teljesen szakmai dolog, tehát igazából egyetértünk azzal, hogy milyen területeken valami ellenőrzés, és bízunk benne, hogy az ellenőrzés során semmi negatív felálló fel, jól dolgozik mindenki. Tehát a 2022. évi belső ellenőrzés munkatervet elfogadás javasolja a bizottság két tagjának. Köszönöm szépen, esetleg hozzászólás még. Ugye a lényeg az az, hogy a számviteli politika és ugye az eszközök és források értékesítési szabályzata és pénzkezelési szabályzati feltárkozási szabályzat és a gazdálkodási szabályzatunkat vizsgálnák. És ugye a másik fontos, ugye, amit Jézusszony elmondott itt a pénzügyi bizottság ülésén, és ugye az informatikai rendszerek biztonsági felülvizsgálata is ugye megtörténne. Mert itt az ASP használaton keresztül nagyon sok olyan rendszert használ, hogy az önkormányzatának a hozzáférését és ugye a használatot az elég rendesen meg kell, hogy védjük, és ugye ez a belső ellenőrzés erős kicsit eljönni. Remélem, jól mondtam elő, ez egy kicsit szakmaiban tudta ezt megválaszolni. Kérem, akkor a leírtak, előterjesztésben leírtak, aki egyetért, az igen esetén készfeltartásra ez most. Hát igen, elfogadtak a előterjesztést. A sorban a 12. kiadott 7-es napirendi pont, leszámol a 2021-i házi orvosi ellátás helyzetéről, és a doktor ugye mondta, hogy 6 óráig nem tud jönni, úgyhogy ezt meg tudjuk beszélni, aztán a jogi ügyelmi pénzügyi bizottság ezt nem tárgyalt ezt. Tárgyaltuk, igen, átnéztük. És köszönjük szépen a doktor úr munkáját. Elfogadja a testületi bizottság, és testületfel is elfogadásnak javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen a hozzászólás esetleg. Itt, hogyha már házi orvosi ellátás, a gyermekorvosi rendőrség gyógyszertár tervezésben volt a költségvetésünkben, be is került.
Fővittes úrral mi leültünk a héten, átmentünk, és ugye az eredeti ingatlant megnéztük, hogy mégis hogy lehet ezt megvalósítani. Ígért egy kézi váz rajzot nekünk, hogy mi az a rendszer, amiben ugye ezt ott installálni lehetne a már meglévő épülethez. A már meglévő épülethez nem jó nevű sem, azt én sem igazán tartanám okos ötletnek. Főleg így, hogy ugye a tetőre is kell nagyon sokat költenünk, statikaiak sem volt teljesen rendben, a vízszigetelésre is annak az épületnek azért kérdéses. Úgyhogy ezt az épületet szerintem elég, hogyha rendbe tesszük, úgyhogy használható legyen, ha azt nagyon ne építgessük be, ne építsünk hozzá. Úgyhogy ha megjelent a kivizi vázrajz az elképzelésekkel kapcsolatban, akkor fogunk kérni tervezői nyilatkozatot a költségvetésről, hogy kb. Mennyi lenne megvalósítani. Ez azért szükséges, hogy a következő költségvetésünkbe, hogyha akarjuk, be tudjuk tenni, ha nem fér bele, mert nem lesz annyi pénzünk, akkor pedig tegyük be, hogy legyen egy konkrét számunk, és legyen egy elképzelés, amivel egy forintok is vannak. Jó, esetleg más hozzászásokban ezt beszámolsz, hogy nincs, akkor felteszem szavazásra a beszámolót. Kérem a beszámolóban leírtakkal, aki egyetért, igen esetén készfeltartásra jelzze most. Hát igen, elfogadtuk a beszámolót, köszönöm. 13. napirendi pont, a kiadott 9-es. Cseszépen a Legközség Önkormányzatok képviselő testülete, Bursza Hungárika felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírásról szóló szabályzatának módosítása. Tárgyalt a pénzügyi jogi ügynevezeti bizottság, kérem, hogy történesz és mondjál meg állapítása. A szó, polgármester úr, tárgyaltuk, és az eddigi rendszer osztatta, hogy 5000 forint per hónap támogatásba részesült az, aki a Bursza Hungárika pályázaton sikeresen részt vett. Erre a ösztöndi pályázatra a testület 1 millió forint keretösszeget hagyott jóvá a tavalyi költségvetésbe. Ez úgy néz ki, hogy eddig sosem sikerült elérni a teljes összeget, tehát kevesebb volt a pályázó. Viszont a megemelkedett árak miatt egyáltalán a létfenntartáshoz szükséges anyagok is nagyon megemelkedtek. Arra volt a javaslat, hogy a 5000 forint helyett 10000 forintos havi támogatást kapjanak a pályázaton sikeresen résztvevő cseszettomai fiatalok. Tehát a pénzügyi bizottság az adatott javaslatok A változatát támogatta, hogy a 5000 forint per hónap összegről 10000 forint per havi összegre növekedjen a elnyerhető támogatás összege. Jó, és itt más hozzászólás. Jó, itt azért ugye itt beszéltük is, hogy még volt ez az előző évben is téma, és itt a plusz támogatást, ugye ezt már az önkormányzat saját bevételéből kell, hogy hozzátegye. Tavaly, amikor erről beszéltünk, ugye pont a pandémia volt az, ami miatt nem mertük ezt bevállalni. Most ugye már látjuk, hogy körülbelül mekkora az a anyagi forrás, amivel gazdálkodunk. Én is azt mondom, hogy ez a 10000 forint sem egy akkora nagy összeg, de azért már duplájában közeddig adott 5000 forintnak. Én akkor a határozott javaslat A változatát tenném fel szavazásra. Kérem, aki az A változatban leírt, akkor egyetért, igen esetén készfeltartásra jelzem most. Hát igen, elfogadtuk az A változatot, így a B változat akkor fogadott a fel. A 14. napirendi pont, a kiadott 11. napirendi pont, ugye a sorban, talán cserszettem, hogy Nagyközség Önkormányzat képviselő testületeket, de azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy sem cserszettem, hogy 1433-as elvezi számú útrészet megvételi lehetősége. Ezt is tárgyalt a Jövőgyűjtő Pénzügyi Bizottság. Igen, és támogatjuk a hatázi javaslatot. Tehát azt, hogy a jelzett ingatlan tulajdonos, mivel ezt az út szakaszt, mert ez út teljes útnak csak egy pici szakaszát jelenti, mivel nem tudom, hogy mennyit, igazából 520 négyzetméter az út. Tehát az ő ingatlanai veszik körül, tehát senkinek az érdekét nem károsítja ezáltal, ha ő ezt megveszi. Tehát a hatalmi javaslat elfogadását javasoljuk 528 négyzetméteren.
Igazából ez a kérés most már össze van itt előttünk, ugye van azon az út része, ami meg fog vásárolni, van DRV és forgalomjog is, úgyhogy igazából ő az, aki ezt a részt ugye most is karban tartja. Igazából mivel egy Zsák utca vége, úgyhogy nagyon ott ezt nem lehet használni igazából semmire, de felközlekedni fel fog tudni, más meg amúgy sem tudna, hogy a közlekedni alatt véget érne az út. Úgyhogy igazából így, hogyha ő ezt megvásárolja, hogy itt majd egy vagyon értékelés alapján fogja tudni ezt megvenni, hogy ezt meg... Azt mondjuk, hogy elkészítjük, plusz az összes költségét, hogy ő fog finanszírozni itt a hész módosítást is. Ha nincs más kérdés, és akkor a előterjesztésben eljutakkal, aki egyet ért ki, a minden esetén készfeltartásra érzem most. Tehát igen, de elfogadtuk az előterjesztést. A 15. napirendi pontunk, a kiadott 12-es napirendi pont. Császak Tomaj 2242-ben 1-es elvédi számú közült elnevezése. Ezt is tárgyalta a igen, és támogatjuk azt a javaslatot, mert egy régi elmaradt dolgot el ezáltal felnevezéssel helyrehozni. Jó. Hát most kell, hogy elmentem így az előző adóval kapcsolatos hozzászólást, hogy akik eszközöl itt a testet, és a pontban ugyanarról itt is szó, itt Kincses utca. Amit ugye nekünk önkormányzat kell kimérni, ugye, és ugye be kell jelenteni, ugye, ki kell én térképpillanatot bevinni, úgyhogy ugye ezt mondjuk, mi vagyunk a tulajdonosokói dolgunk, ugye magántulajdonosnak a saját magán, hogyha viszont meg kell intézni, hogy ez a sorsírón a jelen pont, ez a napirendi pont ebben a csomagban van. Nem tudom hozzászólás esetben. Jó, oké, az előterjesztésben lejött a kárgyatért kell, még esetén készfeltartása ez most. Igen, elfogadtak az előterjesztést. 16. napi rendi pont, a kiadott 13-as pont, a döntés Császak Tomaj kultúrát 10.08/1-es helyrendezői számú ingatlan adásvételek kapcsán az önkormányzatok megillető elvásárlási jog gyakorlásáról. Itt ugye egy magántulajdon eladásánál érhetnék a elvásárlási jogunkkal. Jogügyrendi pénzügyi bizottság is tárgyalta. Igen, átolvastuk az előterjesztést, és egy olyan területről van szó, ami egyébként lápos, tehát igazából semmilyen nem használható terület. Tehát az önkormányzatnak rész, úgy gondoljuk, hogy ilyen területre nincs szüksége, ami csak a munkát vinni, és semmit nem tud belőle a hasznot húzni a lakosság részére. Tehát támogatjuk a eladást magán személyek között, és nem adaljós ráforrását javasoljuk. Tehát az elvásárlási jogról mondjon az önkormányzat. Hozzászólás esetleg. Jó, akkor szavazás után nyomjunk fel az előterjesztésben leírtakat. Aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kér igen esetén készfeltartásra ez a most. Hát igen, elfogadtuk a elmondásunkat a technológiával kapcsolatosan. Kiadott 18-as napirendi pont, ugye, ami most a sorban 17-es, ezt az átülés kereteiben belül kell tárgyaljuk, úgyhogy kérném, akkor kapcsoljuk a kamerát, és akkor... Jó, itt egy hibát elkövettem, az olyan, hogy volt egy előterjesztés, amit ugye a jogi pénzügyi ügyeleti bizottságban is megkaptunk. Úgyhogy a kezdtem most egyebek be is emelném. Hogyha nincs esetleg más előterjesztés, akkor még ide bemeljünk egyebek a napirendi pontban. Nincs. Akkor egyebek napirendi pont, ez lenne a 18-as napirendi pontunk. Tárgyalt és jogi ügyeleti pénzügyi bizottság, úgyhogy meg kell, mint olyat ott a jelzés. Igen, nagyon jó ötletnek tartjuk ezt a fajta csomagküldő automatát, úgymond. A nagyvárosokban ez nagyon jól működik, kisvárosban is megkezdeni is jól működik. Tehát az, hogy Császak Tomaj kívül fejlődik, nagyon sok új lakónk van, mindenhonnan, mindenhonnan, tehát igazából lakosság összetétel is fejlődik, tehát ezáltal
a különböző modern dolgok is előtérbe kerülnek sokkal jobban, mint egyébként. Úgyhogy itt a pénzautomata is nagyon jó ötlet volt, úgy látom, illetve ez az automata, ami olyan helyre felhelyezve, mint a pénzautomata előtti parkolósalokba, ami egyébként a forgalom elől, hát nem is az elzárt, hanem olyan helyet jelöltünk ki, ami egyébként másra nem hasznosítható, viszont könnyen megközelíthető. Tehát busz megálló itt van, aki esetleg azzal közlekedik és így veszi át a csomagját, orvosi rendelő itt van, ahol esetleg összeköti a kellemest a hasznossal. Tehát mindenképpen jó hely van. Úgyhogy támogattuk a elképzelést, és szeretnénk, ha minden előbb megjavarulsulna ez az automata lehelyezés. Kérdés esetleg ezzel kapcsolatban. Parancsoljunk. A felhelyezésével kapcsolatban szeretnék mondani egy gondolat, hogy úgy kellene elhelyezni, már a rajzon, tehát én ahogyan nézem, a villanyoszlop mellett van közvetlen. A gépjármű parkolását nem akadályozza, de esetleg a kilátásban a társnál akarát működik, hogy egy kicsit délebbre azon a részen, és hogy nem a villanyoszlophoz közel. Hogy ezt a felállításnak figyelembe kellene lenni, hogy áttekinteni, hogy hol lenne reálisabb helyen. Ennyi? Ennyi, köszönöm. Jó, hát a képet megnézzük, akkor látszik, hogy a busz megálló, ugye a levezetők is úgy, plusz a busz megállás még mögöttem, úgyhogy kb. Egy olyan 3 méternyi út még ott van a parkolóban, nem több, ugye amiután jönne az út, úgyhogy a kilátást abszolút nem fogja veszélyeztetni, hogy jó alodébb van az úttól. Azt mondja, hogy van egy ilyen kis vilkorozott rész, ami a képen is látszik, hogy ez a busz megálló. Az út széle, az egy ilyen parkolónak a vége, úgyhogy az jó alodébb van. Ez egy mobil automat, úgyhogy bárhol el lehet helyezni igazából, ennek nem kell igazán semmi. Amikor a OTP automatát is intéztem ide, akkor volt több bank is, ugye, aki szóba került. Az OTP volt az, aki ugye vállalt az összes költséget annak, hogy nem kell nekünk se villanyképítés, és mindent ők megcsináltak. Az automatás cégeknél is ugye mindig szólja a házat, hogy mennyi helyen dolgozom, azért van például OTP automatán, hogy mennyi helyen dolgozom. Azért most csomagküldő automatánk is. Itt volt egy Xbox, meg volt ugye az Alzának is van több automatás cégnek automatája, és ez volt az egy olyan automata gyártó, aki már most ugye simán azért, hogy elhelyezteti egy ilyen engedéllyel, ide tesz egy ilyen napelemes automatát, ennek ugye se áramkiállását, semmit nem kell kiépítenünk. Az összes többinek, amit itt mondtam, azoknak általában kell áramkiállás. Ezt csak azért mondom, hogy igazából az, hogyha most ugye el lesz helyezve ez az automata, ezt ugye elmondta a jogi ügyrendi pénzügyi bizottságon is, hogyha ez nagyon bejön ez az automata, és ugye jóval több csomag érkezik oda, amit ez a két soros automata bír, akkor ez lehet akár 3 vagy 4 vagy 5 sorosra is bírítani. Úgyhogy most jelen pillanatban dövet szabva, aztán meglátjuk, hogy körülbelül mennyi értelme, hogy ezt az automatát felállítsuk. Hogyha viszont bővíteni kell, akkor úgyis másra kell tennünk. Úgyhogy most jelen pillanatban, hogy ezt helyet határoztuk meg neki, itt azért a közvilágítás is ráesik, hogy ott a lefutó perem miatt nem is lehet használni ezt a parkoló részt, mert ugye lesz még két ütköző oldalt élő mellé. És úgy lesz kihelyezve az, hogy most pontosan centiméter vagy oda kerül, vagy 5 centi vagy 10-zel lejjebb, azt majd amikor ki lesz téve oda, akkor fog igazából megkerülni. Jó, akkor jelen utányban elég részletesen el van írva minden, szerződési feltételek. Ha nincs más kérdés észrevétel, akkor én a kiadott anyagban leírtakkal kapcsolatosan a szavazásra tenném fel. Aki egyet érde, hogy legyen egy ilyen automatánk is. Kérem igen esetén készülettartásra jelze most, mert igen, elfogadtak az automata telepítését. Ha minden igaz, nem tudom, hogy a nyelvét tudanak beszélni, mert már héten csütörtökön vagy pénteken telepítenek errefelé, úgyhogy akár a héten pénteken vagy jövő héten az automata akár és tud lenni. Ha nincsen más hozzászólás, akkor én be is zárnám az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megjelent. 17:38 perckor testületi ülést bezárom. Köszönöm.